Szevasztok srácok, üdv a csatornán, hoztam nektek egy kis GTA 6 videót, ugye megjelent, gyakorlatilag még a beta teszt, viszont gondoltam akkor csinálunk belőle egy videót, ugye megint San Andreas világában vagyunk, látjátok, hogy most már teljesen licenszert járművekkel, például most egy BMW-vel veretjük. Gondolom ismeritek San Andreas világából, látjátok, hogy hol vagyunk, itt vagyunk a mólónál, és baromira jól meg van csinálva, víz gyönyörűen néz ki egyébként. Arra gondoltam, hogy kicsit beletünk. Igen, a hangerőt sajnos kicsit leállítottam, úgyhogy most marad így. Megpróbáljuk egy kicsit a közlekedést. Na, gyerekek, nézzük, hogy milyen járművek vannak még itt, oké? Okay? Egyébként tudjam, hogy CJ-vel vagyunk, természetesen. Úgy itt egy Porsche, nagyon jól néz ki. Time's out. Time's out. Na, srácok, gondolom mindenki rájött arra, hogy ez nem a GTA 6, hanem a San Andreas. Ugye adtam neki egy ilyen grafikai patchet, amivel ugye azt értem el, hogy marha jól néz ki, meg még ráadásul lecseréltem az összes autót a játékba, meg még ráadásul kapott egy textúra pakkot, amivel ugye tűélesek lettek a textúrák a játékba, nem mindenhol, de ugye leginkább ugye látni ott igen. A járművek azok mind licenszeltek, tehát BMW-k, Mercedes-ek, Fordok, amerikai Camarók és mindenféle ilyen jármű van a játékban. A grafikai patch az áll egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen komplett ilyen shader mód, tükröződések és különböző
fény, árnyék effektekből, amitől ugye baromira jól néz ki a játék egyébként. Gondolom ezt itt láttátok. És a nagy kérdést szeretném itt feltenni nektek, hogy szeretnétek-e San Andreas végigjátszást ezzel a grafikai patch-sel. Én nem akarok elfogult lenni, de szerintem iszonyatosan jól néz ki az így, ez a játék. És ugye a San Andreas az volt olyan összetett, mint ugye a GTA 5, és arra gondoltam, hogy igazából miért ne? És szerintem így végigjátszani ezt a játékot, így rácsodálkozni mindenre, el sem tudom képzelni például ugye, hogy amikor Las Vegas környékén fogunk járni, ott a kaszinók környékén, hogy milyen fényárnyék effektek fognak ott feltűnni, meg igazából tényleg sokkal reálisabb a játék, és arra gondoltam, hogy egy ilyen végigjátszás akkor még miért ne lehetne belőle. San Andreas-t amúgy mindig nagyon csíptem, és rettenetesen összetett, és egy ilyen grafikával szerintem élmény lenne végigjátszani. Na, írjatok, hogy mit szóltok ehhez az ötlethez. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!